Sziasztok, Könkel vagyok. Sokszor, szinte hetente felmerül a kérdés irányomban, hogy vállalok-e műszaki ellenőrködést. A válasz minden esetben kategorikus nem. Hogy miért? Ennek megértéséhez tudni kell, hogy mit is értünk műszaki ellenőrködésen, felelős műszaki vezetésen vagy tervezői művezetésen, ugyanis ezek a laikus építetők részéről sokszor összeolvadnak. Kezdjük a műszaki ellenőrrel. Ő az építető Jolly Jokere, a piros hetes, ami mindent visz, aki mindenki fölött áll. Műszaki ellenőrt az építető fogadja fel, legjobb, ha teljesen független a kivitelező személyétől. A műszaki ellenőrök rendelkeznek kamarai tagsággal, ami ellenőrizhető az adott megye építész vagy mérnöki kamarai névsorában. Ez a névsor publikus, tehát fordított módon akár innen lehet keresni közelünkben lévő műszaki ellenőr szakembert. A műszaki ellenőr már a tervezés során beleszólhat a dolgokba, az építetőt támogatva egyfajta tervellenőrként funkcionál. Halkan jegyzem meg, hogy ezzel azért vigyázni kell, mert sok építész kollega mimóza lelke nem viseli el, ha beleszólnak az alkotói munkájába. Viszont sok esetben segíthet a fellegekről lerángatni a tervezőt, és észszerűbb, gyakorlatív irányba terelni az épületet. Az igazi feladata azonban a kivitelező kiválasztása és a tényleges kivitelezés során van, amikor jogi és műszaki szempontból is segíti az építetői érdekeket érvényesíteni. Magyarul átnézi a szerződéseket, árajánlatokat, és természetesen nyomon követi a tényleges megvalósulást, hogy az a tervek szerint történjen, ehhez pedig rendszeresen megjelenik az építkezésen. Pénzügyi elszámolásnál ott van, segít rendezni a vitás kérdéseket. Majd az egész végén lerendezi a használatba vételihez szükséges papírozást. A valóság természetesen ennél árnyaltabb. Ha a fentiek szerint jár el, azaz ténylegesen elvégzi ezeket a dolgokat, az anyagi ellentételezése igen kemény összegre rúg. Egy normál családi házas építkezés esetén ez 1,5-2 millió forintot is jelenthet. Épp emiatt vannak köztes megoldások, amikor csak arra kap felkérést például, hogy ellenőrizze a tervek szerinti építést, a munka minőségét, valamint a végén a használatba jutali papírmunkájában segítsen. Ekkor a fenti összeg körülbelül felével kell számolnunk, azaz nagyjából 1 millió forinttal. A teljesen kikönnyített verzió, amikor kötelező a műszaki ellenőr a jogszabályok miatt, ám ténylegesen nem végez semmit a végén kitöltött nyilatkozaton kívül. Ez pár százezer forintot jelent a végén költségnek. Mikor kötelező a műszaki ellenőr? Amennyiben több vállalkozó dolgozik az építkezésen, tehát nem generál kivitelező van, akkor kötelező. Ennek családiás szinten akkor van jelentősége, ha a bank vagy a hatóság megköveteli az elektronikus építési napló vezetését. Ha valaki kalákában építkezik, a végén a használatbevételi engedélyhez kelleni fog egy kivitelezői nyilatkozat, ezt lehet kiváltani egy műszaki ellenőr nyilatkozattal. Mit jelent a felelős műszaki vezető? Sokan keverik a műszaki ellenőrrel, vagy a legjobb, amikor valaki felelős műszaki ellenőrt keres. Ilyen nem létezik. A felelős műszaki vezető, rövidítve FMV, minden esetben a vállalkozó embere. Rendelkezik kamarai tagsággal, ő is, de a jogosultsága alacsonyabb fokozatú, mint a műszaki ellenőré. Jogszabályban előírt, hogy a vállalkozóknak kell FMV-jüknek lenni, e-napló esetén, ő csinálja az árónyilatkozatot az adott munkaterület naplójában. Az FMV feladata lenne mindent ellenőrizni, hogy a tervek szerint történjen, de fontos kitétel, hogy ő nem az építető részére felel, hanem a vállalkozónak. Sőt, az is lehet, hogy a vállalkozó saját maga FMV-je, ha van megfelelő végzettsége hozzá. Kérdezhetitek, hogy akkor mire kell? Az építőipérő vállalkozó bármikor eltűnhet. Megszünteti a cégét például, utána mehetsz panaszra, akárhová, a problémákkal magadra maradsz. Az FMV viszont élete végéig felel a tartószerkezeti problémákért, és bár garanciális javításra nem kötelezhető, de komolyabb probléma esetén előveszik a hatóságok. Fontos dolog, hogy elszámolási vitákban nem vesz részt, vagy ha mégis, akkor nem az építetői oldalon. Mennyibe kerül az FMV? Semmibe, hiszen ő a vállalkozó megbízottja. Ez azonban nem igaz, mert a vállalkozónak pénzbe kerül, amit bele fog építeni a kivitelezési árba, tehát végső soron az építető fizeti őt is. Általánosságban elmondható, hogy a munkadíj 1,5%-a körüli összeget kérnek el. A harmadik ilyen szerepkör az a tervezői művezetés. Pár évig kötelező volt 6 alkalommal, aztán az építész szakma kilobbizta, hogy ne kelljen kimozdulniuk az íróasztal mellől, így megszűnt ennek kötelező jellege.
Véleményem szerint volt és van is értelme, mert az építészek ilyenkor szembesülnek a művükkel, annak megvalósíthatóságával, illetve ilyenkor kellene a kivitelezőkkel szemben megvédeni azt, amit az íróasztal mellett ülve kitaláltak. Igen, ez olykor sok konfrontálódással jár, viszont sokat lehet belőle tanulni is, mert a kivitelezők között sem ritka az olyan, aki tud hozzátenni műszakilag ötletben az épület megvalósíthatóságához. A tervező művezetés mennyisége nincs meghatározva. Én azt szoktam mondani, hogy amíg a szerkezetépítés zajlik, heti szinten lenne jó kijárnia a tervezőnek. Ez azt jelenti, hogy 8-10 alkalommal, amíg tető alá kerül az épület. Továbbiakban a gépészetet, a nyílászáró beépítést, a külső hőszigetelést, ezeket érdemes ellenőrizni, a befejező munkálatokat, tehát festést, a burkolást már az építető intézi. Így összességében azt lehet mondani, hogy 15-18 alkalomról beszélünk egy normál szerkezetű családi ház esetén. Amennyiben készült tételes költségvetési kiírás, akkor az elszámolási vitákban az ehhez képest eltérő mennyiségeket segít tisztázni, de nem vesz részt a tényleges pénzügyekben. Látható tehát, hogy a tervezői művezető, vagy a tervezői művezetés az az építető érdekeit képviseli. Mennyibe kerül mindez? A tervezői művezetést azt alkalmanként árazzuk, távolságtól függően ez 30-80 ezer forint körüli összegre rúg. Ezt érdemes előre tisztázni már a tervezési árajánlat kérésekor, mert sokszor találkoztam azzal, hogy a tervezési ár az olcsó volt, de a tervezői művezetés költsége rendkívül magas, így lett kompenzálva a kettő dolog. Azt tudni kell, hogy a tervező is élete végéig felel a tartó szerkezeti hibákért, függetlenül attól, hogy volt-e tervezői művezetés. A negyedik ilyen szerepkör az a művezető. Ő az, aki a napi szintű irányítást végzi az építkezéseken, kisebb vállalkozásoknál ez egy személyben maga a vállalkozó. Megrendeli az építőanyagokat, átveszi és átnézi ezeket, magyarul logisztikázza, hogy mi hová kerüljön, ki, mikor, mit csináljon. Olvassa a terveket, kérdés és probléma esetén keresi az illetékes szemét, aki tervező vagy az építető. Amikor nem generál kivitelezés van, hanem az építető saját maga szervezi a különböző szakikat és maga rendeli az anyagokat, akkor ez a személy ténylegesen az építető lesz. Magyarul rászakad mind az építőanyag logisztikája, mind a szakik szervezése. Mennyibe kerül ez a művezető? Ha a vállalkozó alkalmazottja, akkor értelemszerűen bele van építve a bére a vállalkozói munkadíjba. Ha az építető maga csinálja, akkor számoljon rá napi 2-3 órát, amíg zajlik az építkezés. Anyagrendelés, átvétel, fizetés, telefonálgatás, reklamáció. Nem véletlenül van a generál kivitelezőnek körülbelül 20%-os felára a saját szervezésű építkezéshez képest. De erről lesz majd egy külön poszt, nem sokára, amiben ezt részletesen ki fogom fejteni. Ezek voltak tehát a szerepkörök. Mi van probléma esetén? Felelősségi rangsor a következő. Vállalkozó. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és műszaki ellenőr. Tervező. Természetesen, ha a probléma tervezési hibára vezethető vissza, akkor a tervező kerül első helyre, viszont az építési jogszabály szerint mind a kivitelező, mind a felelős műszaki vezető, mind a műszaki ellenőr köteles a tényleges kivitelezés előtt a terveket átnézni, hiba esetén pedig javítást kérni és közösen megoldást találni. Visszatérve az eredeti kérdésre, szándékosan nincs kiváltva jogosultságom sem műszaki ellenőrségre, se felelős műszaki vezetésre, nehogy bele tudjon bárki rángatni ebbe a szerepkörbe. Nem a felelősség riaszt el, hiszen tervezői művezetéseket saját tervezési munkáimnál folyamatosan végzek és vállalok, de más tervezésével se időm, se kedvem nincs bajlódni. Aki építkezésbe kezd, annak egy jó tervezővel kell kezdeni, akinek vannak valós kivitelezési tapasztalatai, mert kivitelezői kérdés javaslat esetén csípőből tudnia kell a választ. Nem elég egy csak. A jó tervező nem riad vissza természetesen a tervezői művezetéstől sem. Amennyiben a kivitelező nem gazemberkedik egy jó tervvel, költségvetési kiírással és tervezői művezetéssel neki lehet fogni az építkezésnek, nem muszáj feltétlenül műszaki ellenőrt fogadni. Ha valakinek viszont jogi, pénzügyi vitákban kell a támogatás,
vagy a tervezője elzárkózik a tervezői művezetéstől, akkor igencsak javasolt a műszaki ellenőr. Nagy bátorság, vagy inkább botorságra val építkezni úgy, hogy ezek egyike sincs a folyamatban, csak a kivitelezői oldal képviselteti magát. Költségekről, amikről beszéltem, azok természetesen saját tapasztalataim. 2020 év végi árakról beszélünk. Ez régiónként, illetve időszakonként változhat. Remélem tudtam segíteni tisztázni ezt a kérdést. Sziasztok!